közösségi költségvetés egy újabb projektje valósult meg. Ajándékkal köszöntötték a szépkorúakat 60-ban. Gyógynövényekkel is kezelhető a felső légúti megbetegedés. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 Televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, mondom a részleteket. A város idei közösségi költségvetésében a 60-iak megszavazták a Vadaspark fejlesztését. 7 millió forintból a fűriek új kifutót kaptak, emellett megújult a vadászgörények és a nyulak területe is. Továbbá egy kis pavilont is felépítettek a parkban, amely fedett helyszínt biztosít a családi rendezvények résztvevői számára. A közösségi költségvetés projektjeinek megvalósítása folyamatosan tart. Jelenleg például épül a Kölyök Aréna a Népkertben, közben pedig már várják a 2024-es fejlesztési ötleteket, amelyeket november 13-áig nyújthatnak be a 60-iak. A közösségi költségvetés egy újabb projektje valósult meg, fejlesztették a 60-i vadasparkot. A helyszín egy rendezvények számára kialakított 40 négyzetméteres alapterületű fedett pavilonnal bővült, valamint a régi nyúlsimogatót is korszerűsítették. Mindezek mellett pedig a baromfik számára egy fémből készült kifutót is telepítettek, amely az esetleges rókatámadások ellen is biztonságot nyújt, mondta el a 60-i vadaspark vezetője. Tímár Dávid hozzátette, mindezeken túl a fácán volier is megújult, pont heggesztett hálóval látták el, valamint a tető szerkezetét is kicserélték. Ezen kívül a kecskék új karámrendszert kaptak, amelyet új ajtókkal is elláttak, továbbá a magyar tarkaszarvas marha területét is fejlesztették. Itt is új karámrendszert alakítottak ki, amely akácoszlopokból készült. A beruházás összesen 7 millió forintból valósult meg. A fűriek számára tudtunk megvalósítani egy teljesen új kifutót, egy új ólat kaptak a fűriek, valamint a Baromfi udvarban a Baromfi ólakra új zárható ajtók kerültek, amelyek a téli időszakban az esetleges ragadozó, gondolok itt a rókákra, az ellen védelmet nyújt a baromfiknak az éjszaka folyamán. A vadászgörények helyét is felújítottuk, új tetőt kaptak, tetőszerkezetet, valamint duplájára is növeltük, tehát bővítettük is a helyüket, a kifutójukat. Ez is egy hatalmas nagy előrelépés, és még komfortosabb lett a görényeknek az élőhelye. Az előző évek eredményeként már számos közösségi fejlesztés valósult meg. Egyebek mellett az okospad, a fedett biciklitároló, az okos zebra, a nyilvános illemhelyek, a vízicsúszda a strandon, valamint az új 60-i grund is elkészült. Jelenleg pedig épül a Kölyök Aréna a Népkertben. Közben pedig már elindult a 2024-es közösségi költségvetés előkészítésének első fázisa. Első körben ötleteket várnak, melyek legyenek azok a feladatok, amikre szavazni lehet majd. Most is 100 millió forint áll rendelkezésre, amiből a helyiek által javasolt projekteket valósítja majd meg az önkormányzat. Az ajánlásokat a következő napokban a postaládákba eljuttatott projektlapon, vagy a közösségi költségvetés.60.hu weboldalon lehet benyújtani. Az ötleteket november 13-áig várják. Folytatódott a szépkorúak köszöntése 60-ban az Idősek Világnapja alkalmából. Ezúttal a naplemente, a Liszt Ferenc vasutas, valamint a vasutas szakszervezeti nyugdíjas klubot látogatták meg a városvezetők, akik ajándékkal kedveskedtek a szépkorúaknak. 60-ban már több éve hagyomány, hogy az Idősek Világnapja alkalmából felköszöntik a szépkorúakat. A városvezetők ebben az évben is meglátogatták a nyugdíjas klubokat, hogy ilyen módon fejezzék ki tiszteletüket és hálájukat. A Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klubban közösségi programmal készültek az alkalomra a Daliban. A tagoknak versekkel, énekkel, néptánccal és hangszeres előadással készültek. Követően Berkes Jánosné a klub vezetője, valamint Horváth Riárd polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat. A városvezető emlékeztetett, hálásnak kell lennünk a szépkorúaknak több évtizedes áldozatos munkájukért. Úgyhogy én nagy tisztelettel nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak, boldog perceket, boldog pillanatokat, és őszintén a legjobbakat.
A beszéd után a polgármester, valamint Szinyei András és Lestyán Balázs alpolgármesterek meglepetéssel is kedveskedtek a jelenlévőknek. Rabócki Istvánné a klub egyik tagja azt mondta, sokat jelent nekik a vezetők gesztusa. Ez a közösség, ez egy fantasztikus, én azt hiszem. Ezt nagy örömmel töltjük el, hogy meglátogat bennünket a polgármester úr. Ezt mindig süteményekkel hozzájárulunk ehhez a kis kedvességükhez, viszonzásul. Jól érezzük magunkat. Házi süteményekkel és üdítőkkel készültek a Naplemente Nyugdíjas Klub tagjai is, az Idősek Világnapja alkalmából tartott eseményre. A Vörösmarty téri óvoda gyerekei és az ötös számú általános iskola tanulói énekes táncos műsorral és versekkel lepték meg a szépkorúakat. Ezt követően ajándékkal köszöntötték a tagokat, Szinyei András alpolgármester csokoládéval lepte meg őket. Lehet bármi fáradt és öreg a lélek, példát tud mutatni, nézd, még mindig élek. A Vasutas Nyugdíjas Szakszervezeti Klub tagjai étteremben ünnepelték az Idősek Világnapját, akik versekkel készültek erre az alkalomra. A polgármester itt is jó kívánságait fejezte ki a szépkorúaknak, majd ezt követően Szinyei András alpolgármesterrel és Schmidt Néberebb Julianna önkormányzati képviselővel közösen adták át az ajándékokat. Végül közös ebédet fogyasztottak el a jelenlévők, majd kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény. A légzőszervi megbetegedések természetes úton való kezelése volt a fókuszban a Hárba esten. A Grassalkovics Művelődési Ház és az Ady Endre Könyvtár közös rendezvényén tanácsokat kaphattak a résztvevők arról, hogy miként alkalmazhatók a gyógynövények különböző egészségügyi problémák esetében. Mindezek mellett ismertették azt is, hogy a csipkebogyótea jótékonyan hat az immunrendszerre, az eukaliptusz illóolaj belélegzése pedig a légúti problémákat csillapítja. A gyógynövényes teák és azok jótékony hatásai voltak a főszerepben az Ady Endre könyvtárban. A Herbaest elnevezésű programsorozat legutóbbi előadásán kiemelt szerepet kapott a betegség megelőzés témaköre, valamint szó volt a már kialakult panaszok kezeléséről is, mint például a torokgyulladás és a felső légúti hurut. Báti Dobos Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb légzőszervi panasz enyhíthető gyógynövényes készítmények alkalmazásával. Mind a megelőzés tekintetében, mind pedig ha már benne vagyunk itt a bajban, akkor alapvetően a kakukkfű, mezei és kerti kakukkfű, mind a kettő nagyon hatásos, hurutos és száraz köhögést egyaránt jól tudja a kakukkfű fertőtlenítő antibakteriális hatású, apró bojtorján nagyon erős gyulladást csökkentő, és gyakorlatilag emésztőrendszertől felfelé egészen a légzőrendszerig itt most ugye azt a hatását használjuk fel, és egy erős gyulladást csökkentő hatású. Hozzátette, hogy mindezek mellett főként az őszi-téli időszakban hasznos lehet kamilla és csipkebogyótát is otthon tartani, hiszen fogyasztásuk jótékonyan hat a szervezetre. Az ismeretterjesztő előadáson szó volt az aromaterápiás kezelési módszerekről is, melyek során a gyógynövények hatóanyagait belélegezhetjük. Báti Dobos Szilvia azt is elmondta, hogy ajánlott alaposan megválogatni, milyen illóolajakat használunk erre a célra. A legmegfelelőbbek a terápiás minőségű, hidegen sajtolt, 100%-os tisztaságú készítmények. Az eukaliptusz olaj használata például csillapíthatja a légúti problémákat. Az eseményen teakóstolásra is lehetőség nyílt, melynek részeként különböző keverékeket próbálhattak ki a résztvevők, melyeket a szakember állított össze. Október utolsó vasárnapján kezdődik el a téli időszámítás, vagyis 29-én vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Rövidülő nappalok, egyre sötétebb reggelek, de cserébe 1 órával többet alhatunk. Az óraátállítás időpontja minden évben más dátumra esik, de a napja mindig vasárnap. A szabály az, hogy a nyári időszámítás kezdete mindig március utolsó vasárnapja, a vége pedig október utolsó vasárnapja.
Önként feladták magukat a 60-i lövöldözés gyanúsítottjai. A helyi rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmények gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen elkövetők ellen, akik nemrég botokkal, karddal, gumilövedékes és gázriasztó fegyverekkel egy helyi család lakóházánál megjelenve rátámadtak az ott élőkre. A bántalmazás során 8-an sérültek meg, közülük 3-an súlyosan. A 60-i rendőrök a helyszínen begyűjtött információk alapján elfogató parancsot adtak ki a feltételezett elkövetők ellen, akik október 26-án önként megjelentek a városi rendőrkapitányságon. A nyomozók 7-60 és egy turai férfit hallgattak ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vételük mellett kezdeményezték letartóztatások elrendelését. A részleges beismerő vallomásokból kiderült, hogy az érintett két család között régebb óta húzódó nézeteltérés, pénzügyi elszámolási vita van. Ingyenes koncertet adnak a Nemzeti Filharmonikusok művészei a 60-i Grassalkovics kastély dísztermében október 28-án 19 órakor. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 2023-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A jubileum alkalmából a művészek országszerte ingyenes kamarakoncertekkel ajándékozzák meg a közönséget az őszi hónapokban. A 60-i program is ennek az akciónak része. Halloween bulit tartanak a Kapucinus kávézóban október 31-én kedden. Azoknak, akik beöltözve érkeznek az este 8 órától kezdődő eseményre, egy ingyen italt biztosítanak a szervezők. A jó hangulat megteremtéséről DJ gondoskodik majd. Szombaton a változóan felhős napos időben elszórtan alakulhatnak ki záporok, néhol zivatarok. Reggel 4 és 11, délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, kezdetben néhol északkeleten még egy-egy zápor előfordulhat. Délutánra 17 és 24 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben 19-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben a Vável sárkánya című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a palettában az idei harcosok éjszakája első részét láthatják. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!